Közép-Európában nincs még egy ilyen sajtüzem, mint amit a szekszárdi Tolle létrehozott. Az ünnepélyes átadóra szeptember 15-én került sor. Koller Attila ügyvezető igazgató elmondta, nagy mérföldkő ez a cég életében. Az új komplexum évi 20 millió kilogramm sajt előállítására képes, kielégítve nem csak a jelen, de az elkövetkezendő évek folyamatosan szigorodó minőségi és élelmiszerbiztonsági követelményeit is. A közel 5,5 milliárd forintos beruházás keretében létrejött üzem képes lesz választ adni a modern kor kihívásaira, hiszen teljesen automatizált gépsorai segítségével hatékonyan használja fel az egyre szűkösebben rendelkezésre álló erőforrásokat. Az ügyvezető hozzátette, nem tudták volna megvalósítani a fejlesztéseket, ha a magyar állam nem támogatta volna őket. Az átadón Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vett, aki emlékeztetett, évek óta figyelmet fordítanak a hazai termelés növekedésére. Az élelmiszeriparban megvalósuló fejlesztések is növekedtek, és nagyon bízunk benne, hogy az a rekord eredmény, amit 2022 első fél évében elértek, összesen 172 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, az a következő hónapokban és a következő években fog majd, ahogy itt István is mondta, megmutatkozni, hiszen a ma beruházásai adják a jövő eredményeit és sikereit. Az eseményen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, a Tolna Tej ZRT Magyarország legmeghatározóbb tejipari vállalata, mely folyamatosan fejlődik. A vállalatnak talán a legnagyobb beruházásának vagyunk a közepén, egy több mint 16 milliárdos fejlesztésnek a közepén, amely beruházás azt célozza, hogy a vállalat a legnagyobb hozzáadott értéket adja a termékeibe, és nekünk fogyasztóknak az asztalára a lehető legjobb minőségű sajtkészítmények kerüljenek. A projekt következő részeként egy új érlelő és csomagoló csarnokot hoznak létre, és a tejfeldolgozáshoz szükséges technológiát is korszerűsítik majd.